Női extraligás csapatunk, a Kecskeméti Spartakusz hölgy csapata, a hölgy koszorúja legutóbb két meccset is játszott. Az első mérkőzésen a miénk a statisztikától szenvedtek 6-2-es vereséget, majd következett a tavalyi bajnok, Szekszárdi AC, itt 6-0 volt a végeremény a vendégek javára, ám cseppet sem kell elkeserednünk, rendkívül fiatal a kecskeméti női asztalitén csapat. A Kecskeméti Spartakusz sportkör és közösségi tér extraligás női csapata a tavalyi bajnok Szekszárdi AC gárdáját fogadta. A találkozó előtt Türei Ferenc és Vajda Viktor, a két csapat edzője beszélt az esélyekről és a kitűzött célokról. Erős csapattal jöttünk el. Madarázóra hiányzik a csapatból, ugye, a volt kecskeméti, de hát én úgy gondolom, hogy a csapatunk így is erős. Van benne egy volt kecskeméti játékos az Imre Leila személyében. Én is valamikor itt Kecskeméten dolgoztam. Én úgy gondolom, hogy erős csapatunk van, mindent megteszünk azért, hogy győzzünk, remélem minél simábban. Sajnos ez egy kicsit fáj a szívem, mert valaha én is ennek a klubnak a tagja voltam, de hát az élet így hozta, most a másik csapat kispadján ülök. A legeredményesebb játékosunk Ruta Paszkowskine, ő 18 darab EB éremmel rendelkezik, felnőtt EB éremmel, ebből 7 darab egyéni EB aranyérem. Ő a legeredményesebb játékosunk. Ő litván válogatott volt, már kifelé megy ugye a kora miatt ebből a válogatottságból. Tatjana Bilenko szintén ukrán válogatott, Imre Leila magyar válogatott kerettag, Bálint Bellanat magyar válogatott kerettag. Én úgy gondolom, hogy erős a csapatunk, játékosok is egészen jó hírnévvel rendelkeznek a magyar bajnokságban. Az elvárás az tőlünk, hogy ezt a mai meccset mindenféleképpen hozzuk, illetve hát a bajnokságot megvédjük, a bajnoki címünket. Ki lehet a bajnokságban igazi ellenlábasa a Szekszárdnak? A Budaörs most erősített, ővelük játszottuk a döntőket az utóbbi pár évben, és oda ment tőlünk a Lovas Petra, aki valamikor olimpikon volt, ugye. Ő tőlünk ment oda a Petra, ővel erősítettek, éppen pár nap ezelőtt játszottunk velük egy 5-5-es döntetlent. Szerintem a bajnokság nyílt, én nagyon remélem, hogy mi nyerni fogunk, hát mi más tehetnék, de igazán a Budaörs, én úgy gondolom, aki megszorított bennünket. Mi lehet a cél a magyar bajnoki címen kívül, hiszen a kupában is érdekeltek vagytok? Igen, a klubcsapatok szuperligájába indulunk még, ebben az évben nem indultunk a bajnokok ligájában. 3 év szünet után most ez az év egy kicsit ilyen pihenő év. A klubcsapatok szuperligájába 4-be szeretnénk kerülni mindenféleképpen, ott meg már meglátjuk, mert hasonló szintű csapatok vannak, mint mi. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Kecskeméti lányok nálunk 4-en alkotják a csapatot. A Fülekat, a Drabantanit, a Molnár Anna és a Márkus Enikő, aki nemrég tért vissza hozzánk, ugyanis kislánya született, így kénytelen volt egy kis időt kihagyni. A mai mérkőzésen a Drabantanit, a Márkus Enikő és a Molnár Anna fog asztalhoz állni. Nézzük a csapatunk helyzetét, a tabellán és az elvárásokat. 6. helyet foglalja jelenleg a csapatunk. 4., 5., 6. helyen szoros mérkőzéseket játszottunk. Az Orosháza, illetve a statisztikával vagyunk kiki meccsben. Sajnos most első félben nem sikerült győzedelmeskednünk ellenük, de második félben igyekszünk felülkerekedni rajtunk. Bízom benne, hogy a 4. helyre oda tudunk érni, de már egy 5. helyel is meg lennénk elégedve. Mit tanulhatunk a Szekszártól? Nem csak az, hogy a játékosok szerződtetése, támogatása, milyen a háttér, mennyiben kell nekünk változtatnunk a saját hátterünkön? Ugye profi sportágról beszélünk, profi szintről, itt azért nagyban számít az anyagi lehetőség, klubok milyen helyzetben vannak. Mi inkább saját nevelésű játékosokat próbálunk versenyeztetni, menedzselni. Az ellenfél csapatát erősítette többek között a többszörös Európa-bajnoki érmes Ruta Paszkowskine és a háromszoros olimpikon Tatjana Bilenko. Lányaink párosban megszorongatták a Bálint Imre Leila duót. Egyénében Drabant Anita szettet is tudott nyerni a többszörös Európa-bajnoki hölgytől. Márkus Enikő, aki nemrég tért vissza gyermeke születése után, az olimpikon hölgyet izzasztotta meg. Molnár Anna pedig Bálint Bernadettet kényszerítette nagy csatára. Végül a papírforma érvényesült, a Szekszárd nyerte a mérkőzést 7-0-ra.